Az elmúlt időszak elért eredményeiről és a következő időszak pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatót a Europe Direct megyei szervezete. A tanácskozáson bejelentették, hogy a következő 4 évben is a megyei fejlesztési ügynökség keretein belül várják az érdeklődőket. Sikeres pályázatot nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, ami azt jelenti, hogy 2025-ig továbbra is a fejlesztési ügynökség keretein belül fog működni a Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg. És hát az elmúlt időszakban igyekeztünk felvenni a kapcsolatot a többi uniós hálózattal is, hogy együttműködve tudjunk szélesebb körű információkkal szolgálni a lakosság részére, minden réteg számára tulajdonképpen. Mi a saját rendezvényeinkkel is igyekszünk megjelenni a városban, a megyében, kitelepülünk, kiadványokat adunk, iskolákat keresünk meg, ahol ugye az unió felépítéséről, működéséről alapszinten tudunk tájékoztatást adni. Ezt szeretik is a pedagógusok, az iskolák, mert a diákok 1-2 órában tanulnak erről, és aztán nagyon sok idő eltelik, amikor újra előveszik ezt a témát, ráadásul érettségi tétel, tehát ezt mindenképpen örömmel fogadják. A Europe Direct hálózat irodáiban bárki ingyenesen tájékozódhat az uniós polgársághoz kapcsolódó lehetőségekről, például utazás, tanulás és munkavállalás terén. A megyei Europe Direct centrumban a legkülönfélébb kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők, de akár az Európai Filmhét, Európai Uniós tanórák, vetélkedők során is rengeteg érdekes információval találkozhatnak. Széles a paletta, mert hogy tényleg mindenkit szeretnénk, vagy nagyon sok mindenkit szeretnénk elérni, és ehhez ezek a platformok megfelelőek. Az Európai Filmhetet nagyon régóta csináljuk, és nagyon népszerű, hát méltán népszerű, 1 héten keresztül ingyenes filmvetítések vannak. Nyilván európai filmekről van szó, és nyilván belecsempészünk mindig uniós információkat, amelyek aktuálisak éppen. Ha utazással, munkavállalással vagy az Európai Unión belüli tanulással kapcsolatban kérdések merülnek fel bennünk, érdemes a Europe Direct hálózat munkatársait megkeresni.